Jókai Móra fantáziával, a hirtelen változó cselekményekkel teleszült regényeivel, romantikus műveivel új szint hozott a magyar irodalomba. Írásait már említettem, hogy a hétköznapokat itt írja meg, ez az első regénye 1844-ben. Majd komáromi vonatkozású, hogyha leszűkítem azt az óriási irodalmat, amelyet ránk hagyott, komáromi vonatkozású az Elátkozott család, amely a nagy komáromi földrengés évében, illetve az azt követő időszakban játszódik, Bajcsi András csizmadia mester alispánságának az idejében, és igazából a konfliktus a komáromi protestánsok, illetve a katolikusok közötti villongásokról szól. Ezt követi, majd később, évtizedek múlva írja meg ennek a történetnek a további folytatását, tehát ez igazából egy ilyen detektív regényszerű történet, a Barátfalvi Lévitát. Barátfalvát a Bükkhegységbe teszi, illetve a Lévita szóról még szeretnék tudni, nagyon sokan, mikor tanítottam, megkérdezték, hogy mit is jelent, lelkész tanítót jelent. Tehát gyakorlatilag ez volt a érdekessége. A következő olyan regénye, amely Komáromhoz kötődik, a Tengerszemű hölgy. Említettem, hogy az életében az ügyvéd bolytárkodása az Asztalos István komáromi ügyvédnél történt. Volt egy lánya, Asztalos Etelka, aki beszerelmes volt. Komoly szándékai is voltak Jókainak Asztalos Etelkával, de anyja, mivel ők reformátusok voltak, a lány pedig katolikus származású, nem engedélyezte, hogy komolyabb kapcsolat alakuljon ki a fiatalok között. Na most ennek talán az emléke bontakozik majd ki a Tengerszemű hölgyben. Egy Erzsikének nevezi ebben a regényben a főhősnőt, akinek csodálatos szemei vannak, és e körül alakul ki majd az Erzsike körül, ahogy ő nevezi, ez volt az ő első szerelme, alakul ki egy érdekes történet, eljut egészen a fényűző pompától, amely Komáromban veszi körül ezt az Erzsikét, egészen a börtönig, a Mária Nosztrai börtönévekig. 1872-ben írja meg az Aranyembert, amely szavai szerint is a legkedvesebb regénye. Igazából maga a történet tehát hallhatta. Tehát itt egy nagyon gazdag kereskedő réteg alakul ki Komáromban, főleg Rácz Gabona kereskedők fontos megállóhelye volt gabona szállítmányok kapcsán a Dunai kikötője Komáromnak, és itt Tímár Mihályt vesz alapul, akinek volt megfelelője Komáromban, Domonkos Jánosnak hívták. Érdekességként talán megemlíthető az, hogy Domonkos Jánosnak a sírja, illetve a síremléke, a Márvány síremlékének, Márvány síremléke, az Komáromban a görögkeleti templomnak az udvarában látható, illetve amikor a Rácz temetőt felszámolták a lakótelepi építkezések során, akkor előkerül Domonkos János sírjából a múzeum tárlójában látható dolmánya, illetve ruhája. Most ez az Aranyember igazából érdekessége Jókai műveinek, mivel általában heroikus műveket ír. Tehát szerencséje volt, hogy mindig megtalálta azt a témát, ami lekötötte a magyar olvasó közönséget. Tehát a reformkort, a szabadságharcot, a forradalmat, illetve a szabadságharc utáni üldöztetéseket, majd a kapitalizálódást a kiegyezés után. Viszonylag ritka az olyan regénye, amely lélekábrázolás. Na most a Tímár Mihály főhősként és az ő lelki életében, tehát ez a kettősség, amely ugye tudjuk a szerelmi történet, a házasság a Tímeával, illetve a Senki szigetén fölfedezett Noémi története körül bontakozik ki, az a kapitalizmus ellenessége, a pénzellenessége, amely egy kicsit utopisztikussá teszi ezt a művet. Jókai Mór írófejedelemmé vált, akit Ferenc József és a királyné, illetve a kormány is köszöntött. Komáromban 1881-ben lett díszpolgár, és egy érdekességet szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani. Komárom városa ekkor egy tulipános ládát adományozott Jókainak,
látható a balatonfüredi Jókai villában. Virágos mintás faládáról van szó, faberrakásokkal. Benne van a komáromi városházának az ábrázolása, a családi, illetve a szülőháznak a faberrakásos ábrázolása, illetve a Dunahíd. És ebbe a tulipános ládába beletették a bizonyítványait, az iskolai bizonyítványait, a díszoklevelet, magát és a keresztlevelét is. Tehát Komárom így adózik híres fiának, és ekkor lesz 1881-ben díszpolgár, illetve a mai Jókai utcát, ezt pontosan 1881-ben nevezték el, előtte Szombati utca volt, nevezték el Jókai utcának, és a két emléktábla, tehát a szülői ház telkén álló emléktábla, ott a gimnáziummal szemben, illetve a családi házoknál található emléktábla is akkor kerül elhelyezésre 1881-ben.